Csaba Van-e egyáltalán karrier lehetősége a lelkészi szolgálatnak, mert a megbecsülés hiánya az, ami elsősorban a kiégéshez vezet. Vajon nem érkezhet-e el egy lelkész ugyanilyen állapotban, hogy azt érzi, hogy innen most már csak lefele van? az Úristen rajtunk lelkészeken nem az fogja számunk kérni, hogy hány templomot újítottuk fel, hanem egyetlen egyet hirdettük az igét. Örömteli, felemelő, ünnepélyes pillanat, amikor egy lelkészt felszentelnek, de vajon ugyanekkor a figyelem veszélye körül akkor is, ha az évek elmúltával esetleg úgy érzi, megrekedt a szolgálatban. Mennyire fenyegeti az egyházban tevékenykedőket a versenyszférában egyre gyakrabban hallott jelenség az úgynevezett életközebi válság, illetve a kiégés. Mi segíthet ebből kijutni, és hogyan igyekszik megelőzni a problémákat az intézményesített egyház? Ezekről beszélgetünk ma hárman szolgatársak Nagy Zoltán Esperes Békés Csabáról, Mezőberényből Lázár és Korka Katalin Esperes helyettes, és jó magam Zsíros András korábbi gerendási lelkész. Ez az Erős Vágpodcast. Podcast. Képzeljétek, a múltkor nekiálltam itt hátul az udvarban lenyírni a füvet. És elfagyott a damil az utolsó három méteren, és annyira bosszant, hogy azóta még nem volt időm venni egy az damilt, hogy azt a maradék három métert levágjam, és így bosszant, hogy... nem most láttam a legjobb lifehacket. Igen, hogy? Ráhúzza egy gyors kötegelőt a fejre. Hát nekem éppen az se volt, de minden. <laughs> Most már vettem Damilt, úgyhogy egyébként meg nagyon jól esett maga a fűnyírás, mert ugye szokták mondani lelkészeknek az a legjobb terápia, hogy annak legalább látod az értelmét. Ezen gondolkodtatok már, hogy mit csinálnátok, ha nem lelkészkednétek? Vagy mit szoktatok csinálni, amikor nem lelkészkedtek, akkor van olyan hobbi, ami, aminek hamarabb látjátok az eredményét? Hobbi nincsen, csak kötelesség. Szépen a mosógépbe beleteszem a ruhákat, aztán átpakolom a szárítógépbe, aztán a mosogató bepakolom. Na de jó, de figyel, ez nem tök az jó reme. lenne, hogyha lenne vasalógépünk is, de sajnos ez nincs, ezért néha így hegyekben állnak a ruhák, de... Én ezzel még nem gondolkodtam, hogy esetleg most váltok, és azt mondom, hogy na, akkor szögre teszem a luterkabátot, és valami egyebet szeretnék csinálni. Nem is arra gondolok, hogy váltani, hanem, hanem mondjuk, amikor pihenésképpen valami mást szeretnél csinálni, ami, aminek a végzése egy kicsit fel is tölt. Tehát és nem a mosogatásra gondolok, ami egyfajta kötelesség, azért azt nehezen tudom elképzelni, hogy téged kikapcsol a mosogatógépbe való bepakolás. Vagy igen? Nem, de a takarítás igen. Na, hm. Kati. Tudsz felajánlani 120 nézetméter. Köszönöm szépen. De ez érdekes, mert Lillának is egyébként nagyon sokszor örömet okoz, hogyha kitakaríthat. Egy... Ez teljesen természetes. A sok szellemi munka után, meg a számtalan nyomasztó, vagy, vagy Azért mégis egyfajta mentális terhelést jelentő lelkigondozói beszélgetések után, azért az teljesen természetes, hogy fizikális terhelésre van szükségünk. Valahogyan a, a, a testet is hozzá kell fárasztani a szellemhez. Én úgy gondolom, hogy ez, ez, ez valami olyan alaptétel, amit mindenki igazolhat, anélkül is, hogy bármi közel lenne a lélektanhoz. Nyilvánvaló van abban egy öröm is, hogy az ember körbenéz, és kicsit a komfortérzete érzete javul azáltal, hogy végre minden a helyén van, szépek az ablakok, és a függönyök is, tehát azt hiszem, hogy, <laughs> azt hiszem, hogy ennek az örömforrását nem lehet elvitatni. A túrázás vagy a sport az ugyanígy. Uh -huh. Nekem legalábbis ez a ez ami kikapcsol. Ezt az erdőbe, és ilyenkor tavasszal az élő természetet csodálni, az, az fantasztikus. Viszont képzeljétek el, hogy jó néhány évvel ezelőtt megmosolyogtam azokat a 50-es, 60-as házaspárokat, akiket kerékpározni láttam, meg túrázni, meg nordic walkingozni, és így megállapítottam magamban, hogy hát Szerintem nem lehet, hogy ezeknél valami nincs teljesen rendjén. Most, már most, szeretnének, nincs. most szeretnének valamit kompenzálni, helyrehozni, amit esetleg fiatalkorukban elmulasztottak, vagy bepótolni inkább, amit fiatalkorukban nem tettek. És aztán rájöttem arra, hogy hát körülbelül ez egy ilyen létszükséglet. Nem azért megyünk csak túrázni, meg azért tekerünk nem tudom hány kilométert hétvégen te, hogy olyan borzasztó nagy vágyunk van arra, hanem hanem meg egyszer egyszerűen fizikális szükséglet. Uh -huh. Annak ellenére, hogy én is jövök, megyek, igyekszem lehetőleg gyalog közlekedni, óvoda, iskola, egyházközség, templom háromszögében de, de rájöttem arra, hogy, hogy ha nincs az ilyen fajta sport, ez a fajta mozgás, akkor bizony egyre olajozatlanabb, egyre szögletesebb lesz a, a, a mozgásom, tehát hogy egyre inkább romlik a, a közérzetem és állapotom, és valószínű, hogy a jó néhány évvel ezelőtt látott házaspárok is ugyanígy voltak, hogy ha már muszáj mozogni, mert egyébként recsegropog már mindenünk, és kell egy kicsit az izomzatot és a csontozatot is karban tartani, akkor tegyük meg ezt együtt. Most már rájöttem, hogy, hogy miért is kezdték el, és miért, miért tették, vagy miért teszik. A múlt szombaton egy túrán voltunk a Biari hegyekben, a Csodavárnál, és uh, volt egy presbiterünk, aki túra vezetőként kvázi sok túrát vezetett a, a gyülekezeti ifjúsága, meg, meg érdeklődők számára, együtt, együtt túráztunk többször, és uh, az ő emlékére gyűltünk most össze, és mentünk el túrázni, és nekem, nekem nagyon jó volt, és, uh, és uh, nagyon, nagyon jó esett, uh, jöttünk visszafelé, akkor már csak hárman az autóig mentünk el, hogy közelebb hozzuk azt a fáradt túratársak kedvéért, és Láttam egy olyan autót, egy kis busz, ami úgy volt átalakítva, hogy aludni tudtak benne, és akkor mondtam ott félig viccesen, teljesen viccesen, hogyha egyszer elhagy a feleségem, akkor veszek egy ilyen autót. Mire mondta az egyik presbiterünk, hogy neked se soha ilyen autód. <gül> 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 Ebben ennyiben maradtunk, de, de hogy, hogy tényleg a, a, a túrázás, a, a természet szépsége, a, a, egy kicsit a kitettség a természetnek. Tehát, hogy ott azért nem kapod elő az esergyőt, ha elkezd vagy éppen ott a barlangból a hideg szél jön föl, akkor gyorsan felkapsz még egy pulóver, de sok minden más nem tudsz tenni, de, de gyönyörű egyébként, és monumentális a, az egész a, a magasságok, a mélységek, a fák. Tehát, hogy tényleg, tényleg, nagyon szép volt, hogy még comb középig besüppettünk a hóba. Hát ezek, ezek azért olyan élmények, amik, amik engem feltöltenek. De neked a túrázás korábban is megvolt, nem? Persze, tehát, Persze. Az, igen, igen. Ez nem, nem Tehát nem egyfajta ilyen most keletkező új szokás? Ja, nem. nem. Mert, mert egyébként nagyon sokszor látom azt, hogy ilyen az életed derekán levő emberek hirtelen kialakítanak egy olyan szokást, ami egyébként fiatalabb korukban is hasznukra vált volna, de akkor mondjuk még talán nem érezték a hiányát, vagy túl nagy volt a pörgés, most már viszont abban az élethelyzetben vannak, hogy egyrészt, ahogy mondtad, Kati, hogy kezd recsegni, ropogni, hogy valamit, valamit változtatni kell az életmódjukon, és, és akár mondjuk a mozgás szegény életmódot felváltja egyfajta ilyen sétálós, túrázós, futós, kirándulós szokás, vagy esetleg a más sportolás mellett esetleg az étkezésben is behoznak valami újfajta szokást. Szóval hogy van egyfajta ilyen életközepi jelenség az embereknek, amikor elkezdik a jó szokásokat gyarapítani, és ehhez lehet, hogy akár valamilyen krízis is hozzájárul. Hát vagy éppen a, az az élethelyzet, hogy például már sokkal kevesebbet kell effektíve a gyerekeikkel foglalkozni. Uh -huh. És akkor jobban reagálnak. Felszabadul, felszabadul idejük is, ugye? Hogy adott esetben kirepülnek a gyerekek, és nem kell napi szinten úgy gondoskodni róluk, ahogy, ahogy korábban kellett. Nem az viszi el az időt, hogy most akkor az egyik edzésre megyek, a másikat zeneiskolába viszem, a harmadikat meg nem tudom, külön órára, hanem, hanem ott keletkezik egy néhány óra, amit mással tudok eltölteni, mint amivel eddig, és lehet, hogy az éppen azt éppen ezt teszi ki, szerencsésebb esetben, és nem az, hogy a legközelebbi kocsmában üldögéli el az estét a dolgozó. Tehát ez is, ez is vele járója, vagy, vagy alkotó része a dolognak. Meg persze tényleg az, hogy a mozgás, főleg akik mozgásszegény életmódot élnek, és, és olyan a munkájuk, akkor nyilván az emberi szervezet igényli a mozgást. Igen, ez egy nagyon jó válasz szerintem a az életközepi válságban levők esetében, hogy, hogy, valami pozitív dolgot kívánnak tenni, mert hogy az esetek nagy részében azért sokkal inkább a lehangoltság, a depresszió, vagy akár az alkohol problémák jelennek meg, mert, mert az ember ilyenkor talán 40 és 50 éves kor a táján döbben arra rá, hogy, tulajdonképpen elérte az életének azt a csúcsát, amit egy emberi életben el lehet élni, érni. Tehát, hogy, hogy eljutott valahova, akár szakmailag, akár emberileg, ahonnan most már valószínű, hogy, hogy lefele fog menni az életet. Tehát ott vagyok a hegytetőn, és most már akárhogy is van, de, de lassulnak a lépteim, kicsit lefele kanyarog majd az utam, hogyha most itt a túrázós képnél <laughs> tartunk, és, és kérdés, hogy, hogy, ténylegesen azt értem -e el, és, és ott vagyok-e, ahol, ahol lenni szerettem volna. És sokakat ez azért tényleg szíven üt, mert nem biztos, hogy azt tudják mondani, hogy beteljesítették a vágyaikat és álmaikat, és azzal az ember lettek, amivé lenni szerettek volna, úgy sikerült -e az életük első nagy részét, ahogyan ők azt kigondolták fiatalabb korukban. És lelkészeket ez szerinted nem fenyegeti? Hogy mondjuk úgy kezdik el a szolgálatot, hogy van tervük álmuk, elképzelésük a gyülekezet építésével kapcsolatban, akár ezt meg is valósítják, fölépítenek intézményeket, gyarapszik a gyülekezet, és utána egyszer csak eljönnek azok a hétköznapok, amikor már nincs hova nőni, vagy nincs már új ötlete, vagy nincs új a projekt, amibe bele kell fogni, fel van újítva a templom, minden rendben van. Vajon nem érkezhet-e el egy lelkész ugyanilyen állapotban, hogy azt érzi, hogy innen most már csak lefele van? De meglepő módon a lelkész is nagyon közel van a normális emberhez. <gül> <gül> és ugyanazok a veszélyek, amik a normális emberekre hatnak, azok ránk is hatnak, és azok bennünket is elérnek. És szerintem nem nem lennék biztos benne, hogy, hogy kisebb mértékben fenyeget ez lelkészeket ez a ez a veszély, mint, mint más embereket. Ugyanakkor gondolkodom a saját életemben. Tehát, hogy, hogy valahogy úgy élem meg, hogy, hogy mindig van valami új a, a lelkészi szolgálatban. És annyira szerte ágazó a ovisokkal folytatott gyerekmunkától a, az idősek látogatásáig és a pályázatoktól a templomfelújítás műszaki átadásáig, és, és tehát, 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 tényleg, tényleg mindennel is kell foglalkoznunk, a pénzügyekkel, meg a minden egyebekkel, foglalkoztatással akár, hogy vagy intézményeknek a felügyeletével, szóval annyi minden van, hogy, hogy én úgy érzem, hogy ez nem engedi azt, hogy az ember belefásuljon, hiszen mindig, mindig adódik valami új helyzet. Mindig adódik valami, valami új dolog. Tehát, hogyha elnézem azt, hogy új kihívások. Nekem nagy fájdalom valahol, hogy sokkal nehezebb aktivizálni fiatalokat, gyerekeket. Egy-egy programra, mint volt 15 éve, de akár 10 éve is. Sokkal több a program erről is mert ugye volt szó néhányszor, hogy nehezebben érjük el őket, nehezebben tudjuk megszólítani az embereket. Még jobban, úgy érzem, még jobban kell becsülnünk azokat, akiket meg tudunk szólítani. Még jobban kell becsülnünk a lehetőségeket. Tehát, hogy én ezekben, de nyilván ez meg hozzátartozik az én habitusom, hogy, hogy én mindig abból az adott helyzetből szeretném a legjobbat kihozni, ami, ami van, tehát nem az álmokat próbálom űzni, hogy most fú, de hát az lenne a jó, hogy, hanem oké, okay, van egy ilyen álombeli elképzelés, de azért realitások talaján állva nézzük meg, hogy mink van. Lehet, hogy egy kicsit ilyen kiábrándító, mint annak idején a 5000 ember megvendégelésénél, hogy hát van itt öt kenyerünk, meg két halunk, de mi ez ennyinek. De hogy én is csak abból tudok kiindulni, hogy oké, okay, most ez, itt ez van, ezek a realitások, ebből próbáljuk meg előre menni ebből próbáljunk meg valamit kihozni. És, és, talán ez az, ami nekem segít abban, hogy, hogy ne égjek ki. Például abban, hogy álmodok valami nagyot, de közben meg én állandóan azzal vagyok elfoglalva, hogy most egyet temetek, meg kettőt keresztelek, hogy fordítva. A kiégés azért ez egy nagyon fenyegető veszély lehet, főleg azokban a gyülekezetekben, ahol mondjuk kevésbé látványos eredmények történnek, ahol mondjuk intenzívebben fogy a gyülekezet, ahol még kevésbé tudja a lelkész megszólítani a fiatalokat, ahol még a pályázaton se nyer pénzt, hogy felújítaná a templomot, és megy minden tönkre, ott azért igen Komolyan, és lehet, hogy sokkal hamarabb elér egy lelkész arra a lelki állapotra, hogy azt érzi, hogy nincs értelme tovább folytatni. Azt gondolom, hogy sok szállon kezdünk el azon gondolkodni, hogy hogy miféle válságjelenségeket tapasztalunk magunkon, vagy akár a lelkészi hivatásnak, hol lehetnek a, a, nehézségei, krízispontjai akár, vagy a szakmai életutunkban, hol látjuk a, a kitejesedés lehetőségét. van -e egyáltalán karrier lehetősége a lelkészi szolgálatnak? Ezek én úgy látom, hogy mind-mind előjöttek a, az előbbi gondolatokban. Ha, ha visszatérünk oda, hogy, hogy, hogy van egy életkori ügyünk, ez ugye nyilvánvaló minden egyes ember esetére igaz, valamikor eljutunk oda, hogy ránk szakad az, hogy az életünk véges és kinél mikor történik meg ez a felismerés, hogy, hogy hát nem leszek örök ifjú, nem fogok itt ezen a világon örökké élni, és összegeznem kell azt, hogy eddig mit értem el, és, és látnom kell, hogy hova tartok. Ez az egyik témánk. A másik, hogy a lelkészi szolgálatban lehet, hogy hogy egy picit kudarcosabb egy, egy ilyen 41 nehány éves korban tett összegzés vagy felismerés, mert hogy a mi esetünkben azért nem nagyon van karrier lehetőség. Ezt nagyon őszintén meg kell mondani. Lehetnek szerte ágazó, változatos munkaformáink, lehetnek különféle élethelyzeteink inkább így mondom, lehetnek különféle szituációink, helyzeteink a, a, sokféle emberrel való találkozás okán, lehet ténylegesen üdítő és pesdítő egyik hetünk a másik után, de, de a szakmai kiteljesedésnek az a, az a klasszikus ügye, hogy, hogy befut egy lelkész egy karriert, és honnan indult el, és hova fog megérkezni, az a mi esetünkben nagyon-nagyon szűk mesdje, Mert mi lehet? Tulajdonképpen az lehet, hogy egy kisebb gyülekezetből egy, egy nagyobb gyülekezetbe mehet. Vagy esetleg nagyon kevés lelkésztestvérünkből hat év után lehet esperes Na és? És utána van még tovább? Hát nem nagyon van, mert azért a három egyházkerületnek a, a, a három püspöke azért nyilvánvaló, hogy az ő nyugdíjkorhatárukig fog hivatalban maradni. Jó esetben mindenki végig szolgálja ezt az adott időt, tehát nem nagyon van följebb. Borzasztó kicsiny a lehetőség arra, hogy valaki azt mondja, hogy milyen zseniális szakmai utat futottam be. Tehát ez egy, ez egy másik dolog. A harmadik pedig az, hogy a, a kiégésnek a témája én azt hiszem, hogy akár kicsi gyülekezetben, akár nagy gyülekezetben megtörténhet ez. sokkal inkább azt, azt gondolom, hogy a, a támogató rendszerünknek a, a kötelezettsége, hogy odafigyeljen arra, hogy megfelelő. Emberi, szakmai, pénzügyi megbecsülést kapjanak a, a, a lelkészek, vagy bármely más munkatársak, mert a megbecsülés hiánya az, ami elsősorban a kiégéshez vezet, és nem a feladatoknak a sokasága, vagy a nagysága, vagy éppen az, hogy valaki azt látja, hogy hogy volt-e volt értelme annak, vagy sem. Nyilván ez is egy plusz szál. De, de a kiégés azt gondolom, hogy egy picit más ügy, és ez akárhány évesen megtörténhet, és akár mekkora terhelés mellett is. Én úgy gondolom, hogy amikor most egy picit arról beszélünk, hogy, 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 eljutunk valahova, mondjuk a hegy csúcsára, akkor az elsősorban életkori ügy. És, és a az én képünkkel kapcsolatos téma. Vajon mire elérkeztem ide, 35, 40, 45, 50, 55 éves koromra, azt élem, amit élni szerettem volna? És hogyha ha, ha erre a kérdésre azt válaszolom, hogy tulajdonképpen nem, Na akkor itt következik be az, amikor, amikor már elkezd válságban lenni az adott embernek az élete, illetve, hogyha valaki nem tud azzal megbirkózni, hogy innen most már tényleg kevesebb idő van hátra, mint előre. Hogyha valaki a mulandóság témáját nem tudja megfelelően kezelni, na akkor az lesz, hogy Hát egyre kevesebb napom van, egyre kevesebb lehetőségem, és már a, a testem sem úgy működik, mint ahogyan eddig működött, és már nem is biztos, hogy lesz akkor a szükség rám a, a, a szakmámban. Már most már a fiatalabbakat és az innovatívakat keresik, nem az olyan öregeket, mint én vagyok. És hogyha ez így elkezd összegubancolódni, na ebből jön a krízis rám nagyon hat, nagy hatással volt annak idején egészen fiatal kezdő lelkészként, talán egy közös LMK volt, három egyház megye közös lmk -ja, és itt és János tartott egy előadást, akkor püspökként, még a Dunántúli kerületben voltam lelkész, és, és ő mondta el, hogy, hogy igazából ezt a nagyon sarkalatos pontot, hogy az Úristen rajtunk lelkészeken nem azt fogja számon kérni, hogy hány templomot újítottunk fel, hány teológus lett a gyülekezetekben, ahol szolgáltunk, meg hogy hányan tértek meg, és hányat kereszteltünk, vagy eskedtünk, hanem egyetlen egyet hirdettük -e az igét. És ez, ez nekem minden ilyen kérdésre választott tulajdonképpen, amit felvetettünk eddig. Mert hogy, hogy ebben, ebben is ki lehet égni persze, hogy az ember hirdeti az igét, de, nyilván, ha megadatik, hogy egyszer-egyszer azért kihagyjon egy-egy vasárnapot, és kicsit fellélegezzen, akkor az, az, segítség. És ennek viszont nagyon, tehát hogy nem, nem, lehet mérni a sikereit, nem is kell. Nem ez a feladatunk, hogy a sikert mérjük, hanem hogy, hogy az igét hirdessük. És innentől kezdve, meg minden, ami amiről beszélünk, az úgy érzem, hogy kicsit túlzó emberi elvárása, túlzottan az emberi oldalról való megragadása mindennek, hogy most akkor persze mindenki szeretne karriert befutni, hát nem tudom, hogy karriere az, hogy valakit esperesnek választanak, – Szerintem annyira nem, tehát abban ez a klasszikus erő, értelemben. – De az biztos, abban igazad van, Kati, hogy, hogy az egyházban nincs ilyen, hogy garantált karriert, út, tehát, hogy, hogy mindenki egy bizonyos idő után majd előre lép egyet. Az, az meg végképp nincs, hogy területileg ez hogy valósítható meg. Tehát, hogy arra sincsen garancia. Volt ilyen eset, amikor egy lelkész nagyon szeretett volna közel kerülni ahhoz, ahol a gyermeket alud, de hát ez nem ilyen automatizmus, hogy akkor én beadok egy kérelmet, és áthelyeztetem magam valahova máshova, mert egy ilyen láncreakcióban élünk, ha valahol megülül egy lelkészi állás, akkor lehet azt majd betölteni, és akkor indul egy lánc, ami valahol majd megáll, de, de nincsenek garanciák. Nincsenek garanciák arra, hogyha valaki kis gyülekezetben szolgál, akkor majd egy idővel, majd tíz év múlva tovább léphet egy picit nagyobbba, aztán tíz év múlva megint egyel nagyobbba. Nincsenek, meg vannak a veszélyei is. Annak is, hogy valaki esetleg túl fiatalon kerül nagyon nagy gyülekezetbe, és vajon bírja-e, vagy megszokja, vagy, vagy nem, vagy sok lesz, vagy kevés. Tehát, hogy ezek, ezek mind, mind, nehézségek, de így alakult az egyházunk élete, és mi a lelkészek megpróbálunk ehhez alkalmazkodni. De mondom, nekem, nekem biztos, hogy az segít, hogy, hogy, hogy nem nevezek a, a sikermércéket, Próbálom alkalmazni az életemben. És akkor itt derül ki, hogy nyilvánvaló minden személyiség másként küzd meg ezzel a témával. Hát, Majd neked, m neked m mi segít és nekem mi segít, meg hogy milyen víziónk van önmagunkról, amikor elindulunk a lelki szolgálatba, vagy egyáltalán elkezdünk egy. egy munkás életet, mert tulajdonképpen azt tesszük, uh -huh. hogy a kötelezettségünket teljesítjük. Az a kérdés, hogy milyen víziónk van arról, hogy a hétköznapjaink majd milyen hatást gyakorolnak ránk, és hogy, hogy mi, mi mit tudunk nyújtani a környezetünknek. Én ezt azért merem ennyire most majd direktben mondani, ami, ami előjön belőlem, mert hogy én hosszú időn keresztül és több szálon megküzdöttem ezzel. Ha már a karriernél tartunk, és abban a témában gondolkodunk, hogy, hogy lehet-e lépni és uh -huh. hogy lehet-e tovább, hiszen azért nyilvánvaló, hogy az ember életében az egy lényeges kérdés, hogy vajon ténylegesen bejártam-e azt az utat, amit nekem be kellett járni, vagy elértem-e azt, vagy felmutattam-e azt, amit nekem föl kellett mutatnom. Na, ki szerint. szerintem van egy belső, ugye? Tehát erről gondolkodom én most, hogy azért csak van egy belső igényem, hogy, hogy úgy éljem el az életemet, hogy az az teljes volt, teljes mértékben megtettem azt, ami belém volt rejtve. Tehát talán úgy is mondanám, hogy az, amivel a jóisten elindított, az kamatoztatva lett. Tényleg felhasználtam-e a képességeimet, a tudásomat, éltem-e a lehetőséget, tehát hogy, hogy úgy éltem-e, ahogy, ahogy élnem kellett bennem azért de, vannak, vannak de, ilyenek. Persze, de én mindig kérdezem, hogy ki szerint. Ja. Hát erre lehet azt igen. mondani, hogy ha, ha hirdetted szerint. az igét, igen. akkor ugye igen. az alapján, amit igen. az előbb mondtál, Zoli, de az, akkor az így nem. Én legalábbis azt mondom, hogy én nekem van egy ilyen öm, kötelezettség teljesítési öm, vágyam, hogy, 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 hogy Teljesítsem azt, ami rám van bízva. Az Isten nem véletlenül mm -hmm. ad értelmet, képességet, nyit ajtókat. Nekem válaszreakcióm vagy válaszom kell erre legyen. Valóban mindazt a, a, a tehetséget kamatoztattam, amit mondjuk ő, ő, ő rám bízott? Jó, de ezt mind tudod lemérni. Na, akkor most mondok egy számokon, ilyet. Az én vagy? életem, de nem csak az én életemben, most azt látom, hogy nagyon sok lelkésztásunk fut a felé, hogy, hogy még beadja a doktori dolgozatát. Mert van még bennem annyi szellemi potenciál, hogy ezt valahol meg tudom mutatni. Tudok még valamit letenni az asztalra, mondjuk egy vaskos doktori disszertációt. Bennem is itt volt, és ez nagyon-nagyon sok éven keresztül um, hajtott. És újra és újra bizonyos fordulópontoknál, vagy, vagy bizonyos helyzetekben előjött, hogy tényleg azt csinálom, amit csinálnom kell, vagy mást és más módon ugyanazt, de, de azért a, a, bennem rejlő tudással, kapacitással még azért jobban kellene bánjak. És amikor én azt látom, hogy, hogy valakik az életüknek egy adott pontján váltanak, mondjuk ezt ugye életközépi válságban ott valami történik emberekkel, akkor, minthogyha ez jönne elő, valaki eddig mondjuk banktisztviselő volt, de amikor elérkezik oda, hogy tudom, 50 éves, és tényleg megvan neki egzisztenciája, a gyerekei kirepültek, nem tudom, és azt mondja, hogy igazából én sokkal jobban szeretem a természetet. Nekem sokkal közelebb álló az, hogy, hogy nem tudom, legyen egy levendula ültetvényem. És akkor ott hagyja a bankot, és, és egy teljesen másfajta életformát kezd el folytatni, mert rájön arra, hogy ez az, ami őt igazán kiteljesíti, ez az, ami őt boldoggá teszi. Ez, ezt kellett volna lehet, hogy évtizedekkel ezelőtt is csinálnia. Na de most. E o gás? nem tudom, egyetemi sok. mindenkiről hallottam most magasan kvalifikált emberekről, hogy, hogy, hogy ott hagyják azt a világot, ami addig meghatározt őket, túlnyomó részben valami valami nagyon száraz, nagyon szellemi, nagyon csak ilyen könyvtárszagú dolgokra kell most gondolni, és akkor elmegy, nem tudom, most kecske sajtot gyártani, vagy, vagy, vagy egy teljesen más szegmensben kezd el gondolkodni, mert úgy érzi, hogy 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 eddig a szellemét fárasztotta évtizedeken keresztül, de van egy olyan fajta kreatív énje, amit ő még nem tudott megcsillantani. Na, akkor most, mert lejár az időm, még most lehet, hogy van bennem annyi potenciál, hogy ezt most fel, felmutatom. Igen, és ugye egyre inkább bele sodródunk majd ebbe, tehát ezt mondják, akik ezzel foglalkoznak, hogy az utánunk következő generációknál teljesen természetes lesz az, hogy nem csak munkahelyet, hanem konkrétan hivatást fognak váltani, vagy szakmát fognak, professziót fognak váltani egy életben akár hétszer is. Tehát, hogy annyira gyorsul ez a dolog, hogy igen, egy ideig gyűrik az ipart, aztán váltanak egy nagyot, és elmegy a bankigazgatóból kecskepásztornak, utána meg majd elmegy fodrásznak, utána meg villanyszerelőnek, vagy ki tudja minek, mi mindennek. Tehát, hogy, hogy, ez, ez sokkal kevésbé lesz olyan statikus, mint ahogyan a szüleink és nagyszüleink idejében, hogy nyugdíjas állásuk volt. De egy kicsit azzal vitatkozom, amit, amit Kati mondtál, vagy nehezebben értelmezem, hogy kell -e feltétlenül azt éreznem, hogy, hogy kihoztam-e mindent abból, amit kaptam, és számomra ott van a válasz, hogy, hogy nekem nem okozott ez sosem ilyen rossz érzést, vagy, vagy hamis érzést, egészen addig, amíg úgy éreztem, hogy, hogy abban a hivatásban vagyok, amire az Úristen szólított. És mondjuk egy idős gyülekezeti tagot meglátogatva és elbeszélgette ott egy, egy másfél órát a, a konyhában vagy egy kórházi ágy mellett, soha nem éreztem azt, hogy most mennyivel jobb lenne doktori diszertációt írni, vagy bármi mást. Vagy hogy még mennyi talentumom lenne, amit máshol tudnék kamatoztatni, én meg itt pazarlom el. Tehát, hogy most kisarkítom ezt a dolgot, de hogy, hogy szerintem ebben van a válasz, hogy a lelkészi szolgálatban ez lehet az, ami, ami választad ezekre a kérdésekre, hogy az ember, ha ebben a hivatásban áll, és ennek az elhívásnak engedelmeskedik, akkor tulajdonképpen ezek a kérdések másképpen vetődnek fel, vagy nem vetődnek fel egyrészt, másrészt meg. Azt érzem még, hogy azért eléggé szerte a lelkészi hivatás ahhoz, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy most egy kicsit a gyerekmunkából próbálnék visszavenni, akkor megteheti azt, hogy, hogy egy adott évben nagyobb hangsúlyt fektet valami más részterületére a lelkészi szolgálatnak. És akkor úgy intézi a munkaévet, úgy tervezi, és úgy próbálja megvalósítani, hogy most egy kicsit akkor a felnőttekkel foglalkozik többet, már amennyire nyilván van, van rá igény, de meg kell próbálni megteremteni az igényt is, vagy előhozni. És ha más nem, arra biztos, hogy van, hogy az emberek beszélgessenek. Én egyre inkább ezt értem, Akkor ennek a feltételeit kell megteremteni, hogy hogy tudunk leülni, beszélgetni. Tehát én, én, én úgy érzem, hogy ha, ha, ha a hivatásában Megmaradva szeretne a lelkész megújulni, arra is megvan a lehetőség. És nem beszélve arról, hogy szerintem ma sokkal inkább igyekszünk arra odafigyelni az egyház, mint intézmény szintjén, hogy, hogy a lelkészek ne égjenek ki, ne jussanak el odáig, hogy, hogy hogy a kiégés határára. De persze, hiába van a sok segítési lehetőség, ha azzal a lelkész nem akar élni ha nem akarja magának beismerni, hogy ő a kiégés határánál, ha nem akar segítséget kérni akkor, amikor kívülről már úgy látszik, hogy segítségre lenne szüksége. És ez egy nehéz dolog, persze, mert kicsit olykor elfog bennünket is a messiás komplexus, hogy nekünk kell mindenki segítenünk, és az meg nem megengedhető, hogy rajtam segítsenek, mert hát én kell, hogy segítsek mindenkin. Tehát, hogy ezen is túl kell tudni magunkat tenni, hogy igen, valamikor én szorulok arra, hogy segítsenek rajtam, vagy akár arra, hogy oké, okay, most tényleg kikapcsolom azt a telefont, és nem veszem fel két napig, mert nekem kell az, hogy egy kicsit kikapcsoljak, feltöltődjek azért, hogy utána a teljes erőbedobással tudjam végezni a szolgálatomat. Erről tudsz egy kicsit mesélni, hogy ez a viszonylag új keletű, mármint a Magyarországi Magyarikus Egyházon belül, hogy ennyire komolyan veszi intézményes szinten az egyháza, a hivatásgondozást a lelkészek körében, hogy mi minden eleme van ennek? Fú, most fel kellene mondanom a egy pontját, ugye? <laughs> de, vagy Nem, legalább, jel, legalább ez néhányat. Is, de, mert de, nyilván a gyülekezet tagjai számára ezek azért kevésbé ismertek. Persze, de elkezdve onnan, hogy én nagyon nagy áldásként élem meg meg azt a kötelezettséget, hogy egy évben legalább egyszer le kell ülnöm, az egyház minden lelkészével esperesként, és, és beszélgetni kell. Mert beszélgetünk, persze, bármikor bajos ügye, ügyes-bajos ügye van, bármelyik lelkész kollégának fölhív, és beszélgetünk, és ha kell, elmegyek, és... De, de van egy erre dedikált idő és tér, amikor csak arról beszélgetünk, amiről a lelkész akar beszélgetni. És ugyanez az áldás, amit megélek, az, amikor ezt nekem kell megtennem a püspökkel. Ezek, ezek nekem nagyon nagy élmények és jó élmények, tehát ez, ez már egy olyan pont, ami 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 megvan. A másik ugye, hogy bármilyen tekintetben akár orvosi kivizsgálásokat biztosít nekünk az Országos Egyház, amivel élhetünk, ha akarunk, és nem élünk, ha nem akarunk. De, de el lehet menni, és egy teljes orvosi kivizsgálást kapunk, amiről megállapítják, hogy milyen bajunk van még esetleg, amiről eddig nem tudtunk, hogy azért izgalmas elmenni bizonyos kor fölött. <laughs> é, és, és, és persze ott van a lelki segítség is, meg akár az is, hogyha, hogyha valakinek bármilyen terápiára van szüksége, adott esetben, akkor a, a, abban is még akár anyagi támogatást is tud adni az egyház. Csak akkor ezekkel kell tudni élni. Vagy most lehetőséget kaptunk arra is, mondom, ti is találkoztatok vele, hogy elmehetünk két napra a házastársunkkal, megpályázhattuk azt, hogy az országos egyház támogatásával két napot együtt tölthetünk a házastársunkkal, Egy kicsit kiesve a rutinból, és, és, és kapunk egy két éjszakás ellátást valahol. Szóval, hogy, hogy, ezek, ezek lehet, hogy apróságnak tűnnek, de olykor még ezt is nehéz megvalósítani. Vagy családi okokból, vagy anyagi okokból, vagy abból az okból, hogy, hogy a lelkész azt gondolja magáról, hogy én, ha én elmegyek, akkor megáll a gyülekezet élete ott, akkor vége minden rossz hírem van, nincs vége mindennek, vagy jó hírem, tehát hogy attól függ, honnan nézzük. Tehát nincs, ne, nincs ember. A gyülekezet élete nem fog megállni attól, hogy én nem leszek, nem leszek jelen ráadásul. Tehát, hogy... Igen, ez is egy fontos kérdés, hogy, hogy a lelkész hajlamos elfelejteni szabadságra menni. Na igen, de ezzel mit, tehát, hogy ez, ez a, az evangélikus egyházunkban, amelyik annyira demokratikus és alulról építkező, nem teheti meg senki, hogy azt mondja a lelkésznek, hogy már pedig te most elmész szabadságra. Néhány perccel ezelőtt azt mondtad, Zoli, hogy a lelkész is egy normális ember. Nagyon, reméljük, kö, nagyon hogy, közel van hozzá. Reméljük, hogy itt <laughs> látnak bennünket. Azokból a részletekből, amit most itt felfedtél, azért kiderül, hogy hogy mennyi segítséget kaphatunk, hogyha hasonló módon a, a körülöttünk levőkhöz bármiféle nehézséget tapasztalnánk, vagy vagy éppen egy picit szeretnénk eltávolodni a, a munkánktól, a szolgálatunktól. Na de, abban szerintem sokkal jobb helyzetben vagyunk, hogy a az embertársainkhoz mérve, hogy hogy nekünk azért van egy bizonyos reménységünk és hitünk, hogy mi tudjuk, hogy hova tartunk. Tehát, hogy nem csak az, a hivatásunkban um, sikerül nekünk, vagy a hivatásunk az, amely az életünket tartja, és mi a, ami az életünket átszövi, hanem mi azért azt is tudjuk, hogy hogy az elhívunk, az Úr Jézus Krisztus vár bennünket a mennyei hazába, és ennek az örömhírét mondjuk, hirdetjük az igét, és ezzel bátorítunk másokat. Tehát, hogy nekünk van egy bizonyos jövőképünk, van egy bizonyos célunk, amire van egy nagyon komoly ígéretünk, hogy mi azt meg is kaphatjuk. És, és ez, egy, ez egy nagy biztonság, és ez egy nagy megnyugvás, hogy mi tudjuk, hogy hova tart az életünk. Ezt azért szeretném ennyire hangsúlyozni, mert hogy egy Spranger nevezetű német pszichológus azt mondta, hogy, hogy azok az emberek, akik nyilvánvalóan elkezdik az életük közepén összegezni a sorsukat, azok az emberek nagyon nagy támaszt találhatnak a vallásban. Tehát segít az életünk megoldójává lenni a vallás, amely választ ad számos nyitott kérdésre. Választ ad a, a mindennapok ügyében, de választ ad arra is, hogy az ember miért van itt ebben a világban. Vajon hasznos életet töltötte be, vajon, vajon hova tart, és, és miért volt egyáltalán értelme az eddigieknek. És én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy, a, hogy a szakemberek, akik kutatják, vagy kutatták azt, hogy, hogy hogyan tekintünk magunkra, és a, a, az élet közepét tulajdonképpen a kérdések időszakának is nevezi a szakirodalom. Tehát a vallás tulajdonképpen abban nyújt támaszt, hogy az ember minden egyes ügyében, Tisztán tudjon látni, és megnyugvásra tudjon találni. És azt is mondják egyébként, hogy a nem vallásos emberek valahogyan a hivatásukban mélyülnek el az életük második szakaszában. Ott próbálnak valahol értelmes, hasznos életet felmutatni. Itt lesz a, a az életükben annak valahogy a nagyobb súlya, hogy, hogy milyen értékrenddel élték addig az életüket. Letisztó rengeteg minden. A lelkiismeret szavának, az erkölcsnek sokkal komolyabb helye lesz már az élet második felében, de azért, mert hogy mi, mi szeretnénk tudni, hogy, hogy helyesen zajlott-e az addigi életünk, és valahogy itt, itt most már mindennek valahogy a helyére kell tudni kerülnie. És, és, az emberek nagy része ezért vállal mondjuk 50 éves korán társadalmi feladatokat, mert szeretne hasznára lenni ennek a világnak, és szeretné azt a, azt a kincset, azt a tudást, azt az erkölcsi tartást, azt a fajta jót, amit ő helyesnek tart, szétteríteni ebben a világban. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy mi lelkészek tudjuk, hogy valami jót teríthetünk szét ebben a világban, ami, ami megtart bennünket, ami az örök életre tart bennünket. És ezért lehet, hogy kevésbé fenyeget bennünket ez a, ez a téma, hogy életközepi válság viszont, amiről az előbb beszéltél, ott vannak a, a nyugdíj korhatár előtt levő testvéreink, és én náluk fedezem fel ezt. Kicsit kitolódik, 65 éves korra. Nem ott kezdi a lelkész kérdezgetni, hogy vajon mi hasznára voltam a, a világnak. Beteljesítettem-e azt, ami rám volt bízva. Most már csak lefele megyek. Nem ott, ahol a társadalomban az összes többi ember, hogy valahol tényleg a 40 és 50 éves korak között úgy, úgy kezd elgondolkodni azon, hogy hú, jól csináltam, vagy a helyemen voltam, vagy, vagy beteljesítettem, vagy azzá lettem, akivé szerettem volna, hanem ott majd a 65 éves korában, amikor azt mondják neki, hogy vagy van két évet pluszban, vagy nincs. Szabad még neked 67 éves korodig még eh, itt lenni aktívan, vagy pedig, vagy pedig nem. És ott kezdődik el ez, ez nagyon-nagyon karakteresen, és láttuk egyébként, vagy látjuk a, a nyugdíjba vonuló eh, lelkésztársainkon, hogy, hogy ott valami, valami nagyon nagyon erőteljesen megszületik a, a lélekben, és ott, ott megy ez a kapaszkodás a, 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 akár a, a tovább szolgálásnak a, a témájába, de ez a világi helyzetben is megtörténik, amikor valaki még jobban ráerősít, és még többet akar bizonyítani, még inkább szeretné megmutatni a környezetének, hogy hasznos vagyok, pótolhatatlan vagyok, és még tudok, nem tudom mennyit felmutatni nálunk kitolódik, és éppen ezért azt gondolom, hogy nagy segítség van, vagy nagy szükség van arra, hogy a nyugdíjba menetel előtt az idősebb lelkészek ott kapjanak egy plusz támaszt, egy plusz megerősítést, illetve valami, valami lecsengést, hogy a, a szolgálatból, hogy ez, hogy ez ne úgy történjen, hogy ott valami megroppanás kíséri ezt az élethelyzetet azért nehéz, ez nem, jó, nyilván mi fiatalabbak vagyunk, és messze van még ez az idő, és azt gondoljuk, hogy amikor odaérünk, is ugyanígy fogunk gondolkodni, mint most, és félünk tőle, hogy nem, de tehát, hogy, hogy azért ez mégsem kellene, hogy olyan villámcsapás szerűen érje az embert, hogy nyugdíjba kell vonulnom, és át kell adnom valaki másnak a szolgálatot, hiszen előre tudjuk, hogy ez be fog következni, ha jó Isten megadja, hogy megéljük azt a kort. Egyrészt, másrészt meg, hogy, hogy megint csak egy kicsit ilyen, mm, szerintem ez a túl túlzottan emberi és inkább hiúsági kérdések ezek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy most itt akkor vége lesz az én életemnek is, meg a gyülekezetének is, hogyha nekem el kell innen mozdulnom, és abba kell hagynom azt, amit eddig csináltam. És, és, és egyik sem igaz. Tehát, hogy, hogy látok azért jó példát is arra, amikor, amikor jó szívvel letette valaki a szolgálatot nyugdíjba és azt tudtam mondani, hogy én eddig végeztem, most végezzék azok, akik utánunk jönnek, nekem meg jut más, hogyha elhívnak valahova vasárnap, én szívesen helyettesítek, de boldog vagyok azzal is, hogyha nem. Tehát, hogy szerintem ez, ez azért sokszor rajtunk is múlik, hogy hogy tudunk erre felkészülni, hogy, tudunk, hogy tudjuk ezt tehát miért gondolom azt, hogy fölösleges vagyok, hogyha végig dolgoztam az életemet? Tehát most akkor kezd kezdhetjük innen is. Tehát, hogy, megtettem, amit, amire az Úristen elhívott. És nem feltétlenül kell nekem uh, ezt ha, nem a szószékről kell, hogy elvigyenek. Igen. Uh, Gordon Alport, egy amerikai pszichológus volt, és ő azt mondta, hogy a vallás csak akkor tartja meg az embert, hogyha az az ő benső évé vált. És megint érzem a párhuzamot a között, amiről mi most beszélgetünk, hogy csak akkor tart meg a mi hitünk, hogyha azt nem csak prédikáljuk, hanem tényleg. Ott volt valóban a, a szívünk mélyén, hogyha az elhívunk az Úr Jézus Krisztus tartott bennünket éveken, évtizedeken keresztül, hogyha erre rámerünk teljes szívvel hagyatkozni, akkor azt gondolom, hogy bármilyen kihívást, bármilyen nehézséget, bármilyen szolgálati problémát, akárhány éves korunknak a fájdalmait el fogjuk tudni hordozni, meg azt is, hogyha valahol már Kifelé áll a szekérrúdja, és már ott vagyunk, 65 éves korunkban legyünk ott. De ha ez bennünket éltet, és nem csak mi akartuk ezt elmondani, hogy ez jó, hanem, hanem számunkra is megtartó erő volt, akkor ez, ez ténylegesen nekünk az egész életünkre, meg az örök életünkre megtartó erőforrásunk lesz. És akárhogy is vagyunk, de azért egy lelkésznek is meg kell, hogy újuljon a hite. Meg, meg, kell, hogy, meg kell, hogy erősödjünk, meg azért ott vannak a félelmeink. És szerintem ezekre is fontos rámutatni, hogy, hogy azért nem feltétlenül kiégés, de azért a hitben való megfáradás is jelentkezhet, mert ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más, aki körülöttünk él, és ugyanúgy cipeljük akár a, a szeretteinknek az elveszítését, akár a saját betegségeinket, vagy bármiféle konfliktusokba belekerülhetünk, amire hitből jövő válaszokat kell adnunk, amire mi is várjuk. Ami, ami elhívunknak a, a válaszait, és azt, hogy ő megtartson bennünket. Tehát ne csak prédikátorokként legyünk jelen, hanem hanem Istenre hagyatkozó emberekként. És, és szerintem ez nagyon-nagyon lényeges, hogy, hogy amikor a hitünk kezd fáradni, akkor e, imádkozzon értünk valaki, meg akkor, akkor álljon mellettünk valaki. És, és ebben látom ezt nagyon jónak, hogy. hogy van lehetőségünk havonta találkozni lelkési megbeszéléseken, tulajdonképpen munka értekezleten, de szerintem sokkal inkább egy ilyen testvéri lehetőség, vagy van lehetőségünk odafordulni bizalmi helyzetekben, lelkipásztorilag segítséget kérni, mert, mert ahogyan eddig szó volt, szükségünk van arra, hogy, hogy hogy ez a hit bennünket is, ez az Isten bennünket is tartson. És ne csak, ne csak a, a feladatunk legyen a, a munkánk, hanem hanem az a, a hívásunk vagy a, vagy a hivatásunk, amit amit űzünk. És aztán hogy ha majd idősek leszünk akkor szerintem ha tudjuk, hogy ő felé tartunk, akkor nem fogjuk bánni, hogy már nem kell annyira sok felemenni menni az örömhírrel. <tosz> Ugye ennek az esperesi beszélgetésnek, amit említettünk, része egy ilyen önreflexiós kérdői, amit évről évre kitöltünk a beszélgetés előtt, ezt nem kell felmondani utána a beszélgetésben, de én magamon is megtapasztalom azt, hogy, hogy azért nem, nem árt egy évben egyszer végig gondolni, hogy tényleg mi az, ami az utóbbi időben örömet okozott nekem a gyülekezeti életben, családban. Mi az, ami a nehézség volt, hogy van-e szabad napom a héten. Ja, azért ez sokat mondó, hogyha sosincs. Van-e szabad hétvégém? És mennyi? És elmegyek a szabadságra? De szóval ezek, ezek azért úgy, úgy az ember azt gondolta, hogy majd, amikor először szembesültünk ezekkel a kérdésekkel, oké, végig, nagyjából végig gondoltuk, hogy választottunk rá, azt gondoltuk, hogy következő évre lesznek új kérdések, de nincsenek ezek, mindig, minden évben ugyanazok. Nem véletlenül, mert ezek a kérdések azok, amire választ adva tulajdonképpen az ember saját magát fel tudja térképezni, akár ha ezt őszinte tükörként tartja az élete és szolgálata elé, hogy nem, nem hallodok el a felé, hogy, hogy tényleg szolgálatban égünk, és aztán elégünk és kiégünk, de nem biztos, hogy a tűz az a szent lélek tüze volt. E, és a számomra nagyon nagy megtartó erő az, hogy, az, hogy vannak, amit, amire Kati is célzott, a szolgatársak és a barátok. Tehát, hogy, hogy megvannak azok a barátaim, akikhez tudok fordulni, hogyha éppen bajban vagyok, és csak egy... Csak arra van szükségem, hogy elmondjam a saját nyomorúságomat valakinek. Tehát, hogy ez, ez, nagyon fontos, hogy az embernek meg legyen, egy, legyen egy olyan baráti köre, akikkel, tud ilyen kapcsolatban lenni. Ez nagyban megakadályozhatja a kiégésünket. Hogy az életközepi válságot meg tudja akadályozni, azt nem tudom. Szerintem nem. Meg nem is biztos, hogy kell. Tehát az ugye ez, ez, a, ez egy is állapot. egy ilyen szempont, szempont, vagy nézőpont kérdés, hogy a válság az nem feltétlenül a krízis, az nem feltétlenül egy, egy, egy tragikus helyzet, hanem egy, egy átmenetnek a természetes Egyván, Igen. Az az első. Erre Tehát, próbáltam így, utalni, hogy, hogy így is úgy is eljut minden ember egyszer minimum az életében oda, hogy rázuhan az, hogy nem fogok örökké élni. És akármit is csinálok, és akármennyire is próbálom magam karban tartani, lejár az időm. És ezzel szembesülni kell. És nyilvánvaló, hogy ö, mi nekünk egy picit más a helyzetünk, amikor élet-halál kérdéseivel naponta foglalkozunk. De azért valljuk meg őszintén, hogy, hogy rengeteg ember taszítja magától ezt a témát. Hogy van halál, rengeteg ember nem akar szembesülni azzal, hogy ha hó, -ho, majd te is egyszer, vagy rád is majd sor kerül egyszer, és, és, a te időd is jellel jár. Tehát egyszerűen nem, nem mernek erről az emberek, nem hogy beszélni, még gondolkodni sem. És amikor mi előjövünk ezzel, akkor mi ilyen tabudöntögetőknek tűnünk. És, és sokszor nem is szeretik azt, hogy mi nekünk ez ennyire könnyen hozzáférhető, és nagyon-nagyon egyszerűen, sallangmentesen tudunk erről beszélni. Mert félnek tőle. Félnek attól, hogy, hogy itt kell hagyni sok mindent. Mi most ugye arról beszéltünk, hogy ott hagyni a szolgálatot, vagy ott hagyni a gyülekezetet, és mi történik akkor, ha valaki nyugdíjba megy. De hogy az életet itt hagyni, ezzel nem tudnak mit kezdeni a, a, az emberek. Hit nélkül nem megy. És, és, mi azért vagyunk itt, hogy ezt azért elmondjuk, hogy, hogy, hogy megbillenhetünk valamikor, mert én benézek a tükörbe, én is látom magamon, hogy már nem vagyok húsz éves, de, de nem kell kétségbe essem akkor se, hogyha, töm 55 éves vagyok, nem kell, nem tudom, a kardomba dőjek, és azt mondom, hogy ja, ez milyen borzasztó, hogy, hogy megöregettem, ilyet is hallottam, hogy jaj, csak ne öregeny meg, meg jaj, de szörnyű ez. Nem, ez az ez életünknek megvan a maga ritmusa, megvannak a maga szakaszai, és, és igenis van nekünk egy, egy éltető Istenünk, aki végig járja velünk az életutunkat, és ott a végén vár. De erről sokan nem akarnak sem gondolkodni, sem beszélni. Igen, és egy milyen érdekes paradoxon ez nem, hogy tulajdonképpen a születésünk pillanatában eldől, hogy meg fogunk halni, tehát hogy, hogy az életnek eleje van, úgy van vége is, és mégis úgy küzdünk ellene, vagy küzdenek sokan, mintha ez természetellenes lenne. Pedig nem, Nyilván tragikus élethelyzetekben, vagy tragikus halálesetek vannak, és biztos, hogy nem mindegy, hogy valaki 28 évesen távozik el a Földön élők sorából, vagy 98 évesen. Ezt tudom, de, de hogy, hogy a halálnak, mint olyannak a természetessége, az teljesen eltűnt az életünkből. Egyrészt, másrészt, meg a, a, a nagy probléma pont az, Kati, amit mondasz, hogy hogy ez a baj, hogy az emberi hiúság az, az oda vezetett meg a technika fejlődése és a lehetőségei, hogy mindenki csinos 20 évesnek akar kinézni még 60 évesen is, és nem csinos 60 évesnek. <laughs> ja, tehát, hogy ez, 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 is egy, ez, is egy, komoly ö, szempont, hogy, hogy konzerválni akarjuk magunkat egy olyan állapotban, amit túlhaladtunk. És azt kellene elfogadnunk, hogy, hogy én, én lehetek normálisan kinéző, 60 évesen, kell, hogy normálisan kinéző, 30 éves legyek 60 évesen. <laughs> Úgyhogy ezek valahol, valahol mind, mind ugyanarra, ugyanarra vezetnek vissza, hogy, hogy a saját helyünket nem látjuk rendesen, és és hogy nagyon-nagyon saját magunk egocentrikus nézetéből látjuk a világot, és, és nem úgy, hogy az Úristen engem ide tett, aztán majd, amikor úgy látja jónak, majd eltesz. innen addig meg adott egy feladatot. Azt meg végezzem el, és a többi a többi az nem biztos, hogy igazán fontos. Ez volt az Erős Vár Podcast sorozatunkat jövő héten folytatjuk, de addig is örömmel fogadjuk hallgatóink visszajelzéseit is. Tegyenek fel bátran kérdést is, amit akár egy következő adásunkban szívesen körbejárunk. Írhatnak nekünk Facebook oldalunkon, komment vagy üzenet formájában. Ha pedig az Evangélikus Egyház vagy a Kötőszó YouTube csatornáján hallgattak bennünket, akkor egyszerűen a videó alatt. Megköszönjük, ha értékelik is az adást, ha tetszett, akár 5 csillaggal, ha olyan felületen játszották le az adást, ahol van ilyen funkció. arra érdemesnek találják az elhangzott gondolatokat, bátran osszák meg ismerőseikkel is. Köszönjük a figyelmet, erős vár a mi Istenünk!